Amikor a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól megkaptam a visszaigazolást, hogy jöhetek a konferenciára, és hogy milyen címet adtam le, amikor jelentkeztem előadásra, akkor körülbelül lefagytam. Z generáció és a minőségi tartalomfogyasztás. Én játéktervező vagyok, miközben van nekem az Z generációhoz és a minőségi tartalomfogyasztáshoz, és úgy egyáltalán mi a csodáért, honnan jött nekem az ötlet, hogy egy ilyen címet adjak le még valamikor májusban. És így próbáltam visszakeresni, kutatni az agyamban, hogy mi vehetett engem erre a blödségre rá. Hát rengeteg kutatásunk van, fejlesztésünk van, gamification, videójátékok irányában. Azokról tök jó lenne itt most beszélgetni, nagyon pont ideillő téma lenne. És aztán megtaláltam. Valamikor áprilisban a fiam, aki egy katolikus iskolába jár, megfelelően konzervatív katolikus szülők gyerekeivel együtt, szóval a többi szülő kezdeményezte azt, hogy üljünk le és beszélgessünk arról, hogy a gyerekek azok mennyit játszhassanak, mennyit nézhessék a tévét. És hát én itt irgalmatlanul megijedtem ezen a ponton, mert azt gondoltam, hogy hűha, hát engem itt meg fognak enni reggelire. Hát én egy játéktervező vagyok, nyilván a gyerekem az kellően be van ágyazva ebbe a média közegbe, és hát akkor majd itt a nagyon, nagyon konzervatív szülők majd engem jól ki fognak cikizni. Ehhez képest az történt, hogy leültünk egy szép körben, és hát elkezdtük elmesélni ezt, hogy kinek milyen élményei vannak a médiáról. És hát az történt, hogy kiderült, hogy az én gyerekem az még egy aránylag mérsékelt médiafogyasztó az övéikhez képest. És akkor így picit úgy megnyugodtam. De ami még fontosabb volt, az az, hogy nagyon sokan közülük egy picit old school, picit régi módi terminológiába, paradigmába ragadtak be így a játékokkal, illetve a médiafogyasztással kapcsolatban, és én meg új fogalmakat, meg új szituációkat, új problémákat vetettem föl nekik. És arra gondoltam, hogy most nem elsősorban játéktervezőként, hanem apukaként elmesélném azt, hogy mi milyen fogalmakkal, milyen közegben működünk otthon. Ha bekapcsolom, úgy jobban működik. Igen. A minőségi médiafogyasztással kapcsolatban én nagyjából ezeket írtam föl, mint ilyen hagyományos megközelítésű gondolatokat, hogy az olvasás egy értékes tevékenység, a média az manipulál, úgyhogy vigyázni kell vele, a gyerekeket meg kell tőle óvni. A cél az ellenőrzött médiafogyasztás, legfőképpen ugye a különböző korhatári besorolások által, és hát nem mindegy az, hogy az ember az ugye mennyi médiumot fogyaszt, tehát hogy úgy hány órát tölt el a videójátékok, a tévé, az internet előtt. Ehhez képest azt találtam, hogy azok a szülők, akik roppant büszkék arra, hogy kikukázták a tévéjüket, mert hogy nincs otthon tévé, mert hát az nem jó, ugye mossa a gyerek agyát. Szóval azok a szülők, akik minden este esti mesét olvasnak a gyerekeknek, és rendkívül humánus és haladó módon gondolkoznak, szóval ők rengeteget használják a mobileszközeiket, és a gyerek már 2-3 éves korban nyújtózkodik, hogy ő is telefonálni szeretne, és aztán utána megkapják ezt a mobileszközt. És aztán ahogyan ez, hát itt már többen elmondták, ez ugye mindennapokba beleívódik, és az történik, hogy a gyerek 3 éves korában már nem hajlandó másképpen ebédelni, csak akkor, hogy ott van előtte a mobiltelefon, és nézheti a YouTube-ot. És hát ilyenkor az van bennem, hogy na akkor hol tartunk ebben az olvasásérték dologban? Valóban olvasunk, és valóban benne van ez a mindennapokban, de emellett a gyerekeink egy úgynevezett médiaverzumban nőnek föl. Tehát egy olyan univerzumban, aminek teljesen szerves részét képezi az, hogy ott van a tablet, ott van a mobiltelefon, és én ott tartalmakat fogyasztok. Rossz helyen állok, mert néha mi elmegy a hangom. Oké. A következő ez a valóságtorzító hatás. Ugye a média manipulál, ezt mindannyian jól tudjuk, vigyázni kell vele. De nem mindegy, hogy hogyan. Én azt mondom, hogy alapvetően, amikor kiindulunk abból, hogy a média manipulál, akkor arra gondolunk, hogy hát igen, túl sok mindent kapunk a hírekben, például arról, hogy túl sok a terrortámadás, és akkor az ember elkezd félni, a napi rend megállapító hatás, meg egyebek. De hát valójában ez is egy ilyen internetes mém, hogy az igazságnak általában több oldala van, és hát nyilvánvalóan attól függően, hogy az ember most kormánypárti, vagy éppen ellenzéki médiumot olvas, vagy éppenséggel valamilyen szaksajtót, ugye az igazságnak mindig a megfelelő vetületét fogja ezekben a médiumokban megkapni.
És most jön az érdekessége a dolognak, hogy itt megint csak egy hatalmas paradigmaváltás történt. Tudnélik, azt veszem észre, hogy a Facebookon vannak olyan ismerőseim, akik egy teljesen saját maguk által kiválasztott valóságban, egy választott valóságban élnek. Tehát magyarán szóval ők elhatározták azt, hogy akkor ők mondjuk, még azt sem kell, hogy elhatározzák magukat. Csak kiposztolnak egy olyan hírt, ami mondjuk egy ilyen álhír. És onnantól fogva a közösségi média olyan híreket fog neki feldobni. Urbánus legenda, hogyha az ember a mobiltelefonját bekapcsolva ráteszi a televízióra, és hogy spanyol adás megy, spanyol nyelvű adás megy, akkor spanyol reklámokkal fogunk másnap találkozni a Facebookon. De ez igazából ez velem is előfordult, hogy a feleségemmel, meg a gyerekekkel sétáltunk hogy az utcán, és mondtam, hogy kincskereső kisködmön, és hogy én azt mennyire borzongtam attól, attól az olvasmánytól, és másnap fogalmam is, hogy honnan a semmiből, ugye feljött, hogy a kincskereső kisködmönt, azt meg tudom venni akciós áron, ugye egy ilyen Facebook hirdetésben. De a lényeg az, hogy a közösségi média, az gyönyörű szépen be tudja az embert zárni. És akkor eljutottunk onnantól, hogy a média az diktál valamit és az agyunkat mossa, odáig, hogy az interneten egy önként vállalt rabszolgaságot hoz érkezünk, ugyanis elkezdünk egy bizonyos téma iránt érdeklődni, és aztán utána ez a téma bezár minket. A következő pont, ugye ez az a gyermek megóvása. Igazából már 4 évvel ezelőtt én erősen lobbiztam az irányba, hogy hagyjuk már ezeket a illetkori besorolásokat. Nem jó üzenet az, hogy 12 vagy 16 vagy 18 éves kortól nézhet meg az ember valamit. Sokkal jobb egyébként a Legónak az ajánlási rendszer, ahol megmondja azt, hogy nem az, hogy hány éves kortól lehet nézni, hanem az, hogy hány éveseknek ajánlott ez az adott tartalom. Eleve egy pozitív üzenete van. Ugye a 12 éves kor alatt nem ajánlott, az valahol egy csábító dolog is lehet, hogy húha, abban már van valami akció, az már érdekes. A 16-os az meg pláne. 18-as, hűha, hát az ugye a gyönyörök ne továbbja, hogyha az ember egy 18 pluszos tartalomhoz jut. És ehhez képest úgy látszik, hogy a Lego az meg nagyon jól működik, mert megmondja azt, hogy kinek ajánlott ez a tartalom, és a gyerekek képesek azt mondani, hogy akkor ez nekem még nem, de majd, ha nagyobb leszek, akkor majd azzal tudok valamit kezdeni. De ami nagyon érdekes, az, hogy ez a negatív attitűd, ez korábban még vonzóvá tette ezeket a tartalmakat. Mostanra viszont azt látom, hogy nincs jelentősége. Tehát egyszerűen jelentőségét veszítette. A kisgyerekeknél még működik, akik bizonytalanok, a nagyobbaknál meg már egyáltalán nem, tök mindegy, hogy 16 vagy 18 pluszos az az adott tartalom. Ellenben felmerült egy másik kérdés, és még pedig az, hogy oké, megóvom a gyerekeimet, de hogy tudom megóvni? Attól, hogy mondjuk ő YouTube-ozik, és a YouTube-on bejöjjön mondjuk egy olyan reklám, ami nem neki való. Vagy hogyan tudom megvédeni ettől? Nem tudom, ki találkozott ezzel a képpel. Egész nyáron ki volt végig plakátolva az összes metróvonal, és amikor a gyerekeimmel mentem le, akkor hát megrémültek. De nem elég, hogy megrémültek, ezt nem is vettem először észre, hanem a fiam azt mondja nekem lefekvéskor, hogy apa, én nem szeretnék bemenni a belvárosba többet. Hát mondom, mi bajod van te gyerek? Hát ne hülyeskedj már, tök jó, hát miért nem mennék a belvárosba? Jó, menjünk be, de akkor menjünk autóval, nem szeretnék hívezni, meg metrózni. Hát mondom, miért? Hát hívvel járunk iskolába, hát mi bajod van neked a hívtől? És aztán utána nagy nehezen kibökte az, hogy hát nem a hívvel van baja, hanem az, hogy a Batthyány téri megállóban, meg még minden másik metró megállóban az Annabelle 2 nevezetű horrorfilmnek a plakátja volt látható, és ő ettől a plakáttól nem tudott éjszaka aludni. Ergo, nem arról van szó, hogy ő neki van egy 18 pluszos média élménye, hanem az, hogy megy az utcán és találkozik plakátokkal. És mindent megkérdez. Ugye az, hogy migráns, meg a terrorista micsoda, meg hogy de miért kell félni attól, hogy a végén ugye valaki jót nevet az országon, de megkérdezi azt is, ugye, hogy az Annabelle az mit csinál, mi történik vele, hogyha ő megjelenik mondjuk az ágya szélén éjjeli 3-kor. És akkor el kell neki magyarázni azt, hogy nem reális, hogy éjjel 3-kor megjelenjen az Annabelle. És el kellett magyaráznom, hogy mitől ijesztő ez a kép, hogy ugye az Uncanny Valley jelenséget, el kellett neki magyaráznom azt, hogy ha alulról világítunk meg egy embert, akkor az ijesztőbb, próbálja ki ő maga. És miután már órákon keresztül mostam az egyát, utána tudta felfogni azt, hogy tulajdonképpen ettől nem kell félnie, de még a múltkor is, amikor ki akartam vele tolni, éjszaka ki akart menni kajálni, mondtam neki azt, hogy Annabelle, hú, és már el is rohant vissza az ágyába, úgyhogy legalább erre nagyon jól működik ez a dolog.
Tehát készítsük fel a gyereket ezekre a média élményekre. Média minőség ellenőrzése. Ugye hát ilyen kis kutasdroidokként mi mehetünk a gyerek nyomába, és próbálhatjuk meg föltérképezni azt, hogy ő mivel foglalkozik. De én azt mondom, és nálunk egyébként ez nagyon-nagyon jól működött, hogy a kutasdroidozás helyett inkább ajánlunk nekik jó média élményeket. Adott esetben néha még nem is az ő korhatári besorolásuknak megfelelőt. És én azt gondolom, hogy egy szülőnek az a felelőssége, hogy meg tudja állapítani, melyek azok a média élmények, amelyek értéket képviselnek, és melyek azok a média élmények, amelyek silányak. És lehet, hogy valami 6 pluszos, és a gyerek már nézhetni, de ettől még nem fogom odaengedni, mert azt mondom, hogy ne fecséreld az időt ilyen marhaságra. Nézd meg ezt, nézd meg azt, nézd meg olyan műveket, amelyek értéket hordoznak. És lehet, hogy valami 16 pluszos, de akkor fogom arra a két jelenet erejéig, becsukom a szemét, eltakarom, és azt mondom, hogy akkor ezt most nem nézzük, de a filmet meg nézd meg, mert van olyan jelentése és olyan üzenete, amit 9 évesen számodra már releváns adott esetben. És végül a túlfogyasztás. Ugye mi az az egészséges mennyiség, amit jó szívvel ajánlanánk ugye a gyerekeknek? Én erre azt mondom, hogy amikor valaki például videójátékkal játszik, az pont olyan élmény, mint amikor búvárkodik. De a jelenlévők közül ki az, aki búvárkodott már? Senki. Na, egy, kettő. Hát nem sokan. Jó. De mi történik akkor, amikor az ember lemerül? Megszűnik az időérzék, nem? Én legalábbis jártam már úgy, hogy lemerültem, és mondta az oktató, hogy menjünk föl. Mondom, miért? Mi most jöttünk le 5 perce. Már egy órája lent vagyunk. Na, ugyanezt történik az emberrel, miközben videójátékokkal játszik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tervezzük meg a szituációt, mennyi időt szeretnénk erre a játékra szánni, illetve határozzuk meg az exit pointokat. Ez egy ilyen kulcsfogalom, nagyon vicces, mert én ezt egyszer egy tévi interjúban elmondtam, és azóta egy csomóan idézték így tőlem, hogy a játékokban keresjük meg az exit pointokat. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ismerjük a játékot, hogy a szint végén, hogy a pálya végén, egy küldetés teljesítésekor, egy varázskard megszerzésekor, mikor fogok kilépni a dologból. Ugye van az internetes mém, hogy ugye az a probléma a szülőkkel, hogy nem tudják megérteni, hogy egy online játékot, amikor 11-en játszunk mondjuk egy csapatban, azt nem lehet felfüggeszteni, nem lehet lepauzolni, mert jön a vacsora. Igen, tudnom kell azt, hogy a játék az úgy működik, mint egy foci meccs, hogy akkor adott esetben online focizunk. És akkor nem lehet kiszállni. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy a kimenő kilépési pontokat, azokat jól tudjuk definiálni, és be tudjuk jól tartani. Illetve ami nagyon érdekes, az, hogy a többi szülő mondott ilyet, hogy hát a gyerek az dúlt-fúlt, amikor belekezdtek egy filmbe még indulás előtt, és aztán utána nem tudták befejezni. Az én gyerekeim már totál jól megtanulták, és olyan boldog voltam, büszke voltam rájuk, amikor az anyukájuk mondta, hogy most 20 percet játszhat, és akkor azt mondta, hogy hát 20 percet nem fogom bekapcsolni, mert nem tudok végigjátszani egy pályát. Tehát csak akkor kezdjünk bele, hogyha be tudjuk fejezni ezt a dolgot. És ami nagyon fontos még egy gondolat, ez a média szertartás, hogy a kislányom szokta szorgalmazni azt, hogy apa, anya, üljünk le és legyen családi filmezés. És ez egy nagyon fontos gondolat, ugyanis ő a családi filmezés sokkal többre tartja, mint hogyha csak úgy be van kapcsolva a tévé. Sokkal többre tartja azt, amikor bekészítjük oda a kaját, a feleségem általában ezért morogni szokott, de ezt most tegyük zárójelbe, tehát, hogy bekészítjük a nappaliba a kaját, leülünk, és akkor nézünk együtt egy filmet. Annak megvan a maga szertartása, és ez úgy jó, az úgy tényleg nagyon jó. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, a szülői mediáció abban, hogy a gyereketnek megértsük az érzéseit, amelyek egyes média termékek fogyasztása kapcsán ugye felmerülnek. Ennyi lett volna, de aztán van még egy utolsó gondolatom. Ez itt, amiről itt az előző előadásban is szó volt, Bence. Van egy olyan, ugye én azt a Pinti Roberttől tanultam, hogy a legjobb az, hogyha különböző szenáriókat, forgatókönyveket az ember a jövőre vonatkoztatva felfest. És az egyik ilyen szenárió az, hogy jönnek a robotok, elveszik a munkánkat, ugye Magyarországnak elég jelentős GDP-jét, az összeszerelő üzemekből származik, most képzeljük el, hogyha ugye, robotok átveszik az embereknek a helyét, akkor gazdaság bum, mindegy, hagyjuk. A lényeg az, hogy átveszik a robotok jól a munkánkat, és bevezetik ugye ezt a univerzális alapjövedelmet. És akkor mit fognak csinálni az emberek? Mivel fognak foglalkozni? Otthon ülnek, mert
nem tudnak dolgozni, mert nincs olyan munka, amit elvállalhatnának. Ugye ez a useless class, aminek a Guardian nevezte nemrég egy cikkben ezeket az embereket. Tehát akik nem azért munkanélküliek, mert nem éltek a lehetőségekkel, hanem azért munkanélküliek, mert nincs lehetőségük. Egyáltalán. Ha megfeszülnek, akkor sem lesz lehetőségük. És ezekre az emberekre tulajdonképpen a virtuális valóság vár. És ami érdekes, az az, hogy 2-3 évvel ezelőtt voltam Bodrog közben, halmozottan hátrányos helyzetű emberek között a jövő iskolájáról előadást tartani, és ez egy nagyon komoly élmény volt, amikor rájöttem arra, hogy náluk ez már a gyakorlatban működik. Nincs munkájuk, mert ezt már elvették. Kapnak egy alapjövedelmet, amit mondjuk úgy családi pótléknak, munkanélküli segélynek, bárminek, mindegy, és a gyerekek gyakorlatilag a telefonnal a kezükben nőnek föl. Ugyanez, csak nincs még viásisak. És ez működik. És ez komplett falvakban működik. Ez nem egy új jelenség, hogy ez majd talán beüt, hanem ez van. És minél inkább terjed, és minél több ember lesz munkanélküli, annál jobban fog felértékelődni a média. Éppen ezért, ja, és a médián belül ugye, amik azt gondolom, hogy azok a tevékenységek, amik biztosan megmaradnak emberi tevékenységnek, az a sport, a vallások, illetve a művészetek. Ez egy külön előadást lenne ezt kifejteni, úgyhogy ezt most nem teszem meg. És amiket az eddig elmeséltem, hogy média verzum, meg válaszvalóságot, meg ajánl, meg médiaszertartás, meg készíts fel a gyerekedet, erről azt gondolom már most, hogy ez egy elavult, elitista, harmadik kerületi célkitűzés. Köszönöm szépen a figyelmet!